Szép jó estét kívánok, mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlöm Önöket ennek a nagyon bevált és immár egyre népszerűbb duónak az idei őszi kulturális fesztiválon soros koncertjén. Ha nagyon fölkészültek abból a sárga műsorfüzetből, amelyet mindig meleg szívvel ajánlok a figyelmükbe, akkor csalódást kell okozom, mert egy-két dolog változott a műsorban, de ez épp azt mutatja, hogy a két művésznőnek milyen gazdag a repertoárja, tudtak a mai nap hangulatához még újabb dolgokat is elővarázsolni. A Fuvola kamarazene, aminek itt ma este hódolunk majd, úri fényűzés volt tulajdonképpen, és hát a dolog rangját mutatja, hogy fejedelmek, királyok is művelték ezt a fényűzést, és a zeneszerzők pedig őket igyekeztek ellátni muzsikálni valóval. Azért hoztam szóba ezt az összefüggést, mert külön megható, vagy fölemelő, vagy tanulságos az, hogy itt ma egy olyan profi szólistát hallhatnak majd, aki nem tekinti főhivatásának a muzsikálás, viszont főszenvedélyének tekinti. És hát miközben Borbás Johanna 6 éves az általános orvostudományi karon, most megtudtam tőle, hogy ha minden igaz, akkor gyermekgyógyász lesz, nem egy és nem két szemeszterrel ezután. Reméljük, hogy addig még sok koncertet játszik itt egyetemi kulturális fesztiválok keretében. Szóval mindig megrendít engem és lenyűgöz, amikor valaki egy minden energiáját és idejét lekötő hivatás, vagy a hivatásra való fölkészülés mellett képes a művészet iránti hódolatának is adózni azzal, hogy egy szintén egész embert követelő energiát, fölkészülést, odafigyelést rááldoz. Az eredmény az nyilván itt van az én szemem előtt, és hamarosan az ő szemük előtt jó néhány boldog ember, akik barátok, rajongók is szeretjük együtt a muzsikát, tehát ahogy mondtam, egy közös fényűzésben lesz részünk. Johanna egyébként, mint az köztudomású, több egyetemi művészeti verseny díjazottja, de nem csak Szegeden, hanem Brünóban és Madridban is díjazottja volt már hasonló megmérettetéseknek. Állandó partnere, és ezt a szót használom, nem a zongora kísérőjét, Szilvási Katalin, aki ugyan nem is egy, hanem 4 ízben éppen zongora kísérőként, korepetitorként nyert különféle rangos versenyeken díjakat, de amellett, hogy a Király König Péter Zeneiskola művésztanára, a zongora művészi énjét sem hagyja csillapodni, és hát nagyon boldog, amikor Johannával együtt itt fölléphetnek, és akkor a tanárnéni ott marad a Király König Péter iskola falai között, és a művésznő pedig színre lép, nekünk pedig nagy megtiszteltetés, hogy mi Szilvási Katalin művésznői oldalát mutathatjuk be Önöknek. A különleges műsor egy azon belül is különleges műsorszámmal veszi kezdetét. Bevallom Önöknek férfiasan, hogy a szerzőről a mai napig nem hallottam. Úgy hívják, csak a vezeték nevét mondanám, ha ki tudnám mondani, hogy Chaminade, de lehet, hogy Chaminade. És azért mondtam, hogy férfiasan vallom be, hogy nem hallottam róla, mert egy hölgy zeneszerzőről van szó, aki 1857-ben született, 1944-ig élt, és a korszak szokásainak megfelelően egészen meghökkentő módon tanúsított, mint zongoravirtuózként, mint karmesterként, a világ egyik első női karmestere volt, és hát zeneszerzőként különleges talentumokat, de mivel abban az időszakban nem volt erre kitalálva a képzés, hát ő magánúton tanult, nem más, mint Bizet biztatta a szüleit, hogy ezt a talentumos hölgyet tanítsák, így tehát a hölgy, akinek a teljes neve Cécile Louise Stéphanie Chaminade, ő megoszlott az élete a zongorázás, a vezénylés és a zeneszerzés között. Néhány egészen nagy zeneszerző elismeréssel adózott a művészetének. Szerintem a szavaknál többet ér, ha mindjárt meg is hallunk egy művet, még annyit, ha már itt nőkről és férfiakról volt szó, hogy operát is írt, nem fogják kitalálni kikről, az amazonokról. Hát egy ilyen női zeneszerző volt az ott a Liszt Ferenci férfi uralom idején. Következzék tehát Cécile Louise Stéphanie Chaminade koncertinója. Fogadják szeretettel művészenket, Borbás Johannát és Szilvási Katalint. Thank you.
Két szóló mű következik, kamara partnereink most megmutatják, hogy ki honnét érkezett, és hogy a három szóló mű két hangszerre, hogy a két szerzőt, Bachot és Chopint mi köti össze, sok mindent ki lehetne itt találni, de talán ebben a most elhangzó három műben az a közös, hogy mind a ketten megpróbálták a használatba vett hangszer lehetőségeit a végsőkig kiaknázni. Azt gondolhatnánk, hogy nem egyenlőek itt a viszonylatok, hiszen amikor Chopin a zongorát birtokba vette, akkor a zongora sokkal előre haladottabb fázisát járta már be a fejlődése útjának, mint amikor Bach fuvolára komponált, de azért majd meglátják, nem fognak csalódni a Bach műben sem. Még egy dolog, ami összeköti őket, hogy amikor Chopin prelüdjeit, opusz 28-as számú prelüd sorozatát komponálta, akkor Bach preludium és fugáira volt tekintettel, nem azt mondom, hogy formailag, de eszmeileg mindenképpen. Úgyhogy akkor kitalálták, hogyha Chopinnel kezdtem, hogy zongora mű indítja a következő szólisztikus blokkot, méghozzá először Chopin F-dur nocturne az opusz 15 numero 1, ez pedig a prelüdök közül, ugye a prelüd előjátékot jelent, de a prelüd sorozatnak az utolsó, tehát mondhatni azt, hogy a végjátéka, egy nagyon drámai Allegro Appassionato, a 24. az opusz 28-ból D-moll prelüd, Szilvási Katalin adja elő. Ezt követően pedig Johann Sebastian Bachnak fuvolára írott A-moll szóló szonátájából hallunk két tételt, egy szarabandot és egy burét. Bach arról volt híres, hogy nagyon szeretett kísérletezni a hangszerek hatásával. Kivétel volt ő abból a szempontból a korszakban, hogy nem csak akkor komponált, ha valamire volt megrendelés, ez általában akkoriban így ment, hanem ő kifejezetten érdekli, ha talált egy újfajta hangszert, vagy épp akkor föltaláltak egy újítást, egy olyan fajta hegedűt, amin eddig nem olyan hangokat lehetett kipróbálni, billentyűs hangszerekről nem is beszélve. Nyilvánvaló, hogy a fuvola, amelyre Bach komponált, az még nem a mai szelepes fuvola volt, hanem a olyan harán fuvola, fából készült fuvola, más volt a hangja és másfajta játékmódot feltételezett. A nagy kihívás viszont Bach számára az volt, hogy ő, aki alapjában véve billentyűs módon gondolkodott, tehát a több szólamúságból épített nagy struktúrákat, hogy fuvolára hogyan tud nagy struktúrákat építeni, hát itt a struktúrákat építő hangok nem egymással együtt hangzanak el, hanem egymás követően hangzanak el, épp ettől lesz virtuóz. Előadni őket és meghallgatni pedig nagy élmény. Következzék tehát Szilvási Katalin két Chopin művel, utána pedig Bach A-moll szóló szonátájának két tétele Porbás Johanna előadásában. Thank you.
Richard Bach, aki ugye a billentyűs hangszeren több szólamú invenciókban remekelt, megmutatta, hogy invenció egy szólamban is invenció. Johanna pedig azt is megmutatta, hogy ezt meg is lehet szólaltatni. Két nagyon különleges kísérlet következik. Mint mondom, női koncert, ez abból a szempontból válik most hangsúlyossá, hogy egy férfi ária következik. Az, hogy ráadásul fuvolán, ez már ezek után nem is meglepő. Csajkovszki Anyaginnyéből Lenszkij áriáját fogjuk most hallani egy olyan átiratban, amely zongorára és fuvolára íródott. Hát ugye az orosz romantikának itt adóztunk, azt hiszem pont két héttel ezelőtt két teljes romantikus esttel, lehet, hogy volt önök közül, akinek volt szerencséje itt lenni. Ott beszéltem arról, hogy ha a romantikát nem találták volna föl Németországban, Olaszországban, Franciaországban, akkor Oroszországban biztos, hogy föltalálták volna, hiszen a bánatba és reménytelenségbe süllyedt és céltalanság tudatával küszködő életeknek a televénye az orosz föld, és hát a saját boldogtalanságukba való beleszeretésnek a világa, hogy ez fuvolán és női hangszeren hogyan tud kifejezést nyerni, ezt magam is kíváncsian várom. Ami pedig a második kísérletünket illeti, elárulok önöknek egy kulisszák mögötti titkot, készülve itt a koncertre, hogy a művészek hátul hangolgatják a hangszereiket, illetve akinek ott van a hangszere, tehát a Johanna hangolt. Egyszer csak hallottam, hogy Chopin Nocturne hangjai szűrődnek ki az öltözőből. Hát mondom, biztos a Kati kint felejtett egy kottát, és a Johanna azon állította be. Nem, kiderült, hogy a következő Chopin Nocturne, amiről ugye az előbb hallhatták, vagy meggyőződhettek róla, hogy az egyik legnagyobb érzelmi és mindenféle távlatokat és ambivalenciákat fölölelő műfaj, szóló műfaj, zongora műfaj. Most egy olyan változatban fogják majd hallani, ahol a fuvola is beszáll ebbe a nagy, sötét, nagy, szintén nagyon férfias, Chopinre mindig azt mondják, hogy nőies volt, nem nagyon férfias, pedig nem volt orosz, de hát szláv volt. Szóval következik két nagy szenvedő szláv férfi lelkének összes bánata, szenvedélye, vihara, fuvolán és zongorán. Először tehát a Lenszkij ária Csajkovszkij Anyaginnyéből, utána pedig Chopin opusz 9 numero 1-es B-moll nocturne fuvolán és zongorán. Thank you.
Az az igazság, hogy eredeti változatban a zongorán ismerve a nocturnöket, sohasem föltételeztem, hogy ezekben a sejtelmes éjszakai látképekben, meg ezeken a holdfény, ugye beszitált tó tükrökön, itt a najádok is muzsikálnak, de ezek szerint akkor benne van a műben, csak meg kell hozzá a hangszerelést találni. A műsor záró száma egy átirat, ugyancsak egy opera, mint ahogyan már hallottunk majd Csajkovszki átiratot, és a átdolgozó nevéről én annyit kaptam értesítésképpen, hogy W-pop. És akkor gondolkodtam, hogy ez lehet Walter, vagy Wilhelm, vagy Viktor, az nem lehet W-vel, szóval valami ilyesmi. De amikor megéreztem ennek a mai műsornak a nőies karakterét, akkor erős gyanúm támadt, hogy lehet, hogy Vilma. És bár továbbra sem tudom, hogy mit jelent a W, a pop nevű átdolgozó neve élén, de azt megtudtam a művésznőktől, hogy a következő parafrázis, a Rigoletto parafrázis, abban különleges, és ebből gondolom azt, hogy minimum Vilma az átdolgozó, hogy a Rigolettónak a népszerű témáit mindet földolgozza, egy téma nem szerepel benne. A La Donna e Mobile az asszony ingatag, tehát ezt nő dolgozta föl, aki diszkréten kihagyta belőle ezt a nőkre nézve egy kicsikét hát sértő tézis. Ettől függetlenül remélem, hogy nagyon nagy örömmel fogják hallgatni. Tudják, annak idején mondták, hogy az az igazi opera sláger, amelyet másnap már a Schuster-dinasok fütyülnek, hát vagy pedig az, amelyiket másnap már a Johanna fuvoláz. Rigoletto parafrázis következik, és szerintem megelőlegezhetem azt, hogy egy olyan virtuóz átiratot fognak hallani, amit szerintem valószínűleg fuvolán nehezebb előadni, mint opera színpadon. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel művészeinket és Rigolettót, kivéve az ingatag hölgyekkel, most pedig a sziklaszilárd hölgyek a színpadon.